8 pontra növelte előnyét a jégkorong Erste Ligában a Ferencváros, kihasználva, hogy a Csíkszeredai Sportklub több hetes szünetet vett ki a közös magyar-román-osztrák sorozatban, hogy a belföldi mérkőzésekre összpontosítson. Az FTC előbb a fehérvári Titánok ellen nyert 6-1-re idegenben, majd 9-1-re legyőzte a Vienna Capitals-t, így már 78 pontja van a sportklub 70 pontjához képest. Igaz, egy mérkőzéssel többet is játszott. Minden esély adott arra, hogy ez a különbség tovább nőjön, hiszen a zöldfehérek idén még kétszer jégre lépnek, míg a sportklub következő meccse január 4-én van műsorra tűzve. Szoros mérkőzés végén szenvedett vereséget a Székelyudvarhelyi Női Kézilabda Klub a Románia Kupa selejtező körében hazai pályán a Körös Kisjenői Krisultól. A 14-14-es első félidő után a vendégek 26-24-re győztek, így ők folytathatják a 16-ot döntőkben. Jó hangulatban mehettek téli vakációra a Sepsi OSK első ligás labdarúgói, akik a közvetlen karácsony előtt játszott idei utolsó mérkőzésükön 3-0-ra verték a Concordia Kjazdná csapatát. A háromszékiek a negyedik helyről várják a februári folytatást. A karácsony előtt nagy hidegben, fagyos talajú pályán játszott találkozón a Sepsi OSK volt mindvégig a kezdeményező, és 3 góllal jutalmazta kitartó szurkolóit. Nouvier helyezett lövésből talált be, az első félidőt pedig Florin Stéphane találata zárta az ellenfél védelmét mattoló kombináció végén. A gólok sorát ismét Nouvier zárta a büntetőből. Szenzációs volt, szerintem mindenki leadta, 3-0-ra nyertünk. Végig mi voltunk a pályán, lehetett volna nagyobb arany győzelem is, de bőven elég. 1-0-nal is megelégettem volna, jelen pillanatban 4. helyen vagyunk. A találkozó hőse a 2 gólos Brian Nouvier úgy vélte, elégedettek lehetnek az eddigi teljesítménnyel, de a folytatásban sem dőlhetnek hátra. Ugyanannyi pontunk van, mint a Vitorulnak, 33. A szünet után még van 5 mérkőzésünk, ezeken pedig minél több pontot kell gyűjtenünk, hogy legkevesebb a 6. helyen végezzük az alapszakaszt. A csapat edzője Eugenia Goyi köszönetet mondott a játékosainak egész évi munkájukért, valamint a közönségnek a szurkolásért. Szerinte a szurkolók nélkül nem sikerülhetett volna ideig jutni, ugyanakkor már a februári folytatásra is gondolt. Úgy gondolom, megérdemeljük ezt a helyezést, és úgy engedtem el a játékosokat, hogy egészségesen szeretném őket viszont látni minden tekintetben alkalmas állapotban, mert még 5 nagyon fontos mérkőzés vár ránk. Esélyt sem szeretnék adni az ellenfeleinknek, azt akarom, hogy felsőházi helyen maradjunk. A labdarúgó első liga február 2-án folytatódik, amikor a Sepsi OSK az FC Voluntári otthonába látogat.